Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet, tartja a mondást. Nos, itt Nagykörösön legalább 324 ilyen jó ember gyűlt össze, ugyanis ennyi település nevezett a 25. Virágos Magyarország pályázatára. A falvak, városok képviselői vezetői már összegyűltek itt a település művelődési házában, és várják az eredményhirdetést. Most jelenleg a megnyitó ünnepi beszédek zajlanak. Az idei rendezvényt egyébként több szempontból is ki kell emeljük, de hogy miért, arra Bátoriné dr. Nagy Ildikó, a Virágos Magyarország nemzeti koordinátora fog nekem válaszolni. Üdvözlöm, kezdjük először a kategóriákkal, hiszen idén abban is volt változás. Így van, idén 5 kategóriában hirdettük meg ezt a versenyt a falvak és a városok között. A falvak 1000 fő alatt, illetve 1000 fő fölötti kategóriában versenyezhettek. Ez egy újdonság, ezzel az apró falvaknak szerettünk volna kedvezni, hogy minél többen, minél sikeresebben versenyezzenek. A városok esetében 50 000 fő a vízválasztó, 50 000 fő lélekszámú alatti, illetve feletti települések jelentkezhettek, és a főváros kerületei teljesen önállóan saját kategóriában indulhatnak a versenyünkön. És sikerült ez a változás? Bejött végül is az, amit szerettek volna? Igen, egyértelműen látszik, hogy így sokkal jobban helyzetbe kerülnek, és sokkal sikeresebbek az apró falvak, kis falvak is a versenyben. Sokkal több olyan díjazottunk is van idén, aki ebből a kategóriából kerül ki. És hát beszélnünk kell a jelentkezők számáról is. Említettem, hogy 324 településről beszélünk, ez egy nagyon nagy szám. Így van, sikerült a tavalyi rekordunkat megdönteni, úgyhogy erre nagyon büszkék vagyunk. Ez azért is nagyon fontos számunkra, mert idén ünnepli a verseny a 25. születésnapját, és ezért speciális új díjakkal és új ajándékokkal is készültünk a versenyzőink számára, még emlékezetesebbé téve ezt a jubileumi évet. Kérem, hogy mondj el, hogyan is zajlott maga a pályázat, a bírálat? A versenyre alapvetően a települési önkormányzatok, maga a polgármester az, aki jelentkezhet egy online jelentkezési formán. A versenyben való részvétel teljesen ingyenes. A versenybe kerülésnek csak és kizárólag ennyi a feltétele, hogy a polgármester jelzi, hogy szeretné magát megmérettetni a település. Ezt követően nyáron, augusztus végéig keresi föl a szakmai zsűri a települést, amikor végigjárja a köztereket, kerteket, parkokat, intézményeket, a erdőket, természetvédelmi területeket, végigjárja a legfontosabb épületeket, és ez alapján pontoz. 5 nagyon fontos pontozási szempontunk van, a környezetvédelemre nagyon nagy hangsúlyt helyezünk, a közterületeken a zöld felületek állapotára, a környezeti nevelés, oktatás is kiemelt szempontunk, a település marketing kommunikációs eszközeit is nézzük, milyen, hogyan használja föl a zöld felületeit a turizmus kínálatában, és ugyanilyen nagy hangsúlyt helyezünk az önkormányzatoknak a stratégiai elképzeléseire, tehát a terveket is ugyanígy végig bogarásszák a zsűri tagjaink. Ezt követően történik egy értékelő bizottsági értekezlet, ahol az összes szakértőnk összeül, és megpróbálja fölállítani az évi díjazottak listáját. Ezt követően, ugye ez teljesen titokban marad, mind a mai napig, tehát a Nemzeti Díjátadó Ünnepség az, ahová minden résztvevőnket elhívjuk, és itt ünnepélyes keretek között leplezzük le az idei minden évben a díjazottakat. És ez egy kvalifikáció is, egyben nevezzük így, hiszen Magyarországot képviselni fogja, ha jól tudom, 2 olyan település, akik majd Ausztriába mehetnek ki. Így van, minden évben egy városi és egy falu kategóriából a fődíjasunk a következő évben képviselteti magát az Entente Florale Europe nevezetű európai virágosítási és tájépítészeti versenyben. Úgyhogy idén is ezt a gyakorlatot folytatjuk, ez nagyjából 3 óra körül ki is fog derülni, hogy melyik lesz az a település, aki jövőre képviselteti magát a nemzetközi versenyben, és az ausztriai díjátadón, nemzetközi díjátadón átveheti a neki szánt minősítést. Miért fontos ez a Virágos Magyarország pályázat? Mi az üzenete? Én szerintem ez Magyarország legfontosabb, legnépszerűbb környezetkultúrát népszerűsítő és a környezetkultúra hagyományait ápoló mozgalom, ami azért is kiemelkedő, mert egy nagy közösségi részvételen alapul. Tehát ez egy olyan lehetőség a településeknek, ahol a közösségek és az önkormányzattal való együttműködést meg tudja mutatni, és ennek élő bizonyítéka az a kertkultúra, ami az adott településre jellemző. Ezzel nagyon jelentősen hozzájárul a település nem csak a turisztikai fejlesztésekhez, tehát nem csak a turisztikai kínálatához, hanem az élhető, környezettudatosabb, szebb településképhez is.
Bátorini dr. Nagy Ildikónak köszönöm szépen, és már is átfordulunk Nagykörös alpolgármesteréhez, dr. Körtvélyesi Attilához. Üdvözlöm, az önök települése is indult a Virágos Magyarország címért. Miért döntöttek úgy, hogy idén is megmérettetik a települést? Köszöntöm a kedves nézőket. Minden évben, az elmúlt évtizedben is úgymond megpróbáltuk mindig, hogy neveztünk erre a versenyre. Úgy gondoltuk, hogy mivel mi magunkról azt tartjuk, hogy Zöldváros az ország szívében, szeretnénk, hogyha ezt egy szakmai zsűri, akik értenek is hozzá, ők is bizony ezt elismernék, és éppen ezért minden évben a Virágos Magyarországért versenyre is neveztünk. Az itt élő emberek nagyon büszkék arra, hogy mennyi zöld felületünk van, mennyi szép virágos felületünk is van, és szeretnénk, hogyha ezt minél többen látnák, megismernék, illetve hát azért szeretnénk egy kicsit versenyezni is a többi településsel, hogy meg tudjuk mutatni, hogy mi miben vagyunk mások, és mennyivel vagyunk bizony szebbek egy kicsit. Dr. Körtvélyesi Attilának köszönöm szépen.